Magyarországon átutazók számára ismét kötelező a humanitárius korridor használata. Azok utazhatnak át hazánkon, akiknél nem áll fenn a COVID-19 fertőzés gyanúja, ám ők is csak a kijelölt határátkelő helyeket, benzinkutakat, illetve pihenőhelyeket vehetik igénybe. Járványügyi készültségi időszakot élünk, és érvényben van egy utazási korlátozásokról szóló kormányrendelet. Ez a kormányrendelet meghatározza, hogy kik léphetnek be Magyarország területére, és számos állampolgára ezt nem tehette meg egészen ma 13 óráig, ahogy miniszterelnök úr azt korábban bejelentette, ez megváltozott, és minden állampolgár, aki tranzitálási, átutazási céllal szeretne Magyarországon keresztül menni, az ma 13 órától ezt megteheti. Van egy térképünk, ezt megmutatjuk gyorsan, és akkor vegyünk is hozzá egy képzeletbeli, de azért nagyjából konkrét példát, mondjuk valaki, mondjuk egy török vendégmunkás, Törökországból jön, egyszerűbb úton Szerbián keresztül szeretne eljutni Németországba. Itt. Először is a belépésnél mit kell igazolnia? Hát az, hogy rendelkezik a belépéshez szükséges feltételekkel, így például érvényesek az okmányai. Ez a szokásos. Eddig ő nem léphetett volna be Magyarország területére, de nyilván a kollégák beléptetik. És neki az a feladata mostantól kezdve, hogy a lehető legrövidebb időn belül a kijelölt humanitárius tranzit útvonalon a legrövidebb időn belül haladjon át az országon, csak műszaki vagy egészségügyi okból állhat meg a kijelölt pihenőhelyeken, illetve üzemanyagtöltő állomásokon. Ez a lehető legrövidebb idő, ez általánosságban 24 óra? Nem lehet 24 órán. Nem lehet annál több. De nincsen egyes pontok között meghatározott szintidő, hogy neki már pedig ennyi időt el kell adni. Nincs ilyen idő, hiszen nem tudjuk, hogy neki éppen milyen egészségügyi pihenőre van szüksége. Vannak-e mélységi ellenőrzések? Természetesen. Ezt a rendőrség mellett a Magyar Honvédség katonai rendészei végzik, és nem csak a kijelölt humanitárius útvonal mentén, hanem az ország bármely pontján szúrópróbaszerűen megjelenhetnek a rendőrök. Hogy erre miért volt tulajdonképpen szükség, a szabadságolás időszakát éljük, Magyarország itt van Európa szívében, a kelet-nyugati útvonal, tranzit útvonal kellős közepén fekszünk, ez tulajdonképpen a szolidaritás jegyében született az operatív törzs javaslatára a kormánynak ez a döntése, hogy lehetővé teszi az átutazást ezen államok polgárainak. Mi történik akkor, hogyha valaki belép az országba, és teszem azt, nem hagyja el az országot 24 órán belül, hanem megáll 3 napot balatonozni, azon túl, hogy jól érzi magát? Hát, hogyha találkozik egy rendőrrel, akkor bizony valamilyen fajta szankcióban lesz része. Ahogy mondtam, szúrópróbán szerűen ellenőrzünk az ország mélységében is, és nyilvánvalóan ő például olyan állampolgár, aki nem térhetne le a kijelölt útvonalról, úgyhogy vele szemben valamilyen intézkedést fognak végrehajtani a kollégák. Ebben természetesen az arányosságot igyekszünk figyelembe venni, tehát elsősorban a jogkövető magatartásra rábírás a célunk, így elsősorban figyelmeztetést fognak alkalmazni a kollégák, de minden körülményt vizsgálva adódhat az a helyzet, hogy szabálysértési feljelentést tesznek a rendőrök, vagy helyszíni bírságot szabnak ki. Nem állhatnak, ezt ön is említett, nem állhatnak meg akárhol tankolni a belépők, az országból belépők, vagy az országon átutazók. A kollégák figyelmeztetik őket mondjuk a határon való belépéskor, hogy hazala megyét elhagyják, akkor legközelebb Budapestnél lesz lehetőségük tankolni? Így van, illetve tájékoztatják őket, hogy a rendőrség honlapján és különböző közösségi felületein is megtalálható ez a térkép, és az összes határátlépési pont, illetve az összes pihenőhely és kijelölt benzinkút. Mi történik akkor, hogyha valakiről a belépő oldalon kiderül, hogy lázas beteg? Nem is feltétlen koronavírus gyanús, de lázas beteg. Hát, hogyha koronavírus gyanús, akkor megtagadják a belépését, ahogy ez eddig is így volt. Nyilván a lázas betegségről ott nem fogja tudni megállapítani az egészségügyi személyzet, hogy ez koronavírus miatt történik, vagy nem, így ő nem fog tudni belépni Magyarország területére. Tehát, hogyha lázas, akkor úgy kell kezelni, mintha potenciális koronavírus fertőzött volna? Hát az a koronavírus fertőzés egyik első jele, és tulajdonképpen legfőbb jele, így van. Ilyenkor a magyar félnek annyi a dolga, hogy megtagadja a belépést, és innentől kezdve a belépni akaró felelőssége, hogy hol vonul karanténba? Pontosan. Egy kicsit más, de azért mégiscsak kapcsolódó téma. A délebben fekvő országok beszámolói alapján, ahogy jöttek a lazítások a határellenőrzésben, úgy ugrott meg azok száma, akik illegálisan akartak próbálkozni. Magyarországnak van hasonló tapasztalata? Nagyon jól látszik, hogyha az elmúlt
az év eddigi időszakának a heteit nézzük, hogy az illegális migráció hogy alakult Magyarországon, amikor a korlátozások Magyarországon és a környező országokban is megtörténtek, lezárták a határokat, akkor ugyan nem szűnt meg teljes mértékben, de minimálisra csökkent az illegális migráció. Jól lehet az év első felében is jelentős volt ez a nyomás, és tulajdonképpen ahogy az élet is visszatért a normál kerékvágásba, úgy az illegális migráció is megindult, és jelentős erővel próbálkoznak nem csak az illegális migránsok, hanem az embercsempészek is igen, igencsak aktivizálták magukat.